kérdezni, hogy ez változtam én. Újabb adományt hoztak a Karöltve Szekszárdért csoporthoz. Ruhák, készségfejlesztő, társas és gyerekjátékok érkeztek, amit a napokban eljuttatnak majd a rászorulóknak. A csoport 2020 márciusában alakult, amikor kiderült, hogy a Szekszárdi Kórház járványkórház lesz, elhatározták, hogy támogatják az egészségügyben dolgozókat, amivel csak tudják. A mentősök állomását segítették felszerelni. Ez volt az első megmozdulása az amúgy baráti társaságból indult csapatnak. A csoport híre gyorsan elterjedt, mára már több mint 4600-an vannak. Megkértük az embereket arra, hogy nézzenek körül a saját környezetükben, ne várjanak nagyobb helyekről segítséget, hanem segítsék egymást kis sejtekbe szerveződve. Ahogy mi családon belül is segítjük egymást, legyenek ezek a sejtek kicsit jobban kinyújtva, és akinek amilyen van, amire nincs szüksége, azt ne dobja ki, hanem ajánlja fel, adja tovább. És ha lát olyan családot, akinek valóban segítségre van szüksége, és nehéz helyzetbe került emiatt, többek között a Covid miatt is, akkor azokat segítsük meg, és tegyünk érte. Az idősek otthonát és a Szekszárdi gyermekotthont is támogatták adománnyal még tavaly, de több családot is a szárnyuk alá vettek, és segítették őket a továbblépésben. Szandra, a csoport egyik alapító tagja, számtalan olyan esetről tudna beszámolni, ahol az adományozókból barátok lettek. Itt nem csak egyszeri segítségnyújtás történt, hanem azóta is gondoskodnak egymásról. Azt vallják, hogy nem csak a tartós élelmiszerből összeállított csomag az adomány, lehet az akár egy élmény is, egy strand vagy állatkerti belépő, vagy akár egy mozi jegy. A Karöltve Szekszárdért nevű csoportba bárki beléphet, az is, aki segíteni szeretne, és az is, aki segítséget kérne. A célunk az volt, hogy kis sejtekbe szerveződve az emberek vegyék észre azt, hogy ki az, aki bajban van, aki rászorul, akinek lehet segíteni. Hozzáteszem, hogy mi csak olyan családokat karolunk föl, vagy olyan eseteket, ha lehet ezt így mondani, ahol látjuk azt, hogy a családok, az emberek saját magukért is tesznek. Ahol van hajlandóság arra, hogy változtassunk helyzeteken, vagy befogadóképesség a segítségre. Szeretnék látni és láttatni azokat az embereket, akik segítségre szorulnak, ezért remélik, hogy egyre növekszik majd a csoport létszáma. De annak talán még jobban örülnének, ha Magyarország minden megyéjében létrejönne egy Karöltve csoport, ahol az emberek elérhető közelségben segítenék egymást.